A képviselőtestület elnökének hírésére a biztonsági szolgálat vezette ki Almási Szilárd tanácsnokot az ülésteremből. Dulakodásra is sor került. A tanácsnok alkotmányos jogával akart írni és magyar nyelvű szöveget kért. Szerinte csak a felét fordították le magyar nyelvre, és ezzel már nem először csorbult a joga. Szabadkán a magyar hivatalos nyelvnek számít. Azt gondolom, hogy egy városi képviselő nem teszi oda magát, és nem nyilvánít véleményt, hogyha kell, akkor nagyon drasztikusan, mint a mai nap, hogy igenis élni kíván az alkotmányos jogával, és magyarul szeretné kérni az anyagot, akkor ki fogja ezt megtenni? Almási Szilárdnak azt az állítását, hogy megsértették a kisebbségi jogokat, a többi ellenzéki tanácsnok is támogatta. A szünetben a tanácsnokok egyeztettek, és az ülés folytatásában Ilija Márevics igazat adott Almási Szilárdnak, és elnézést kérte a fordítási mulasztásért, valamint megerősítette, hogy ügyrendi szabályzat megsértéséről van szó. A 67 tanácsnok közül mindig van, aki problémázik. Azt követően, hogy észrevételét elfogadtuk, Almási nem tért vissza a szószékhez. Ez pedig a munka klasszikus akadályozását jelenti, amelyet előre kiterveltek. Végezetül Maglai Jenő polgármester közbenjárásával a szóban forgó pontot levették a napirendről.